Szervusztok! Egy kicsit még várni kell, és akkor, ha minden igaz, akkor most már az Insta is megy és működik, és hatalmas nagy szeretettel köszöntelek benneteket az eredményes online hálózatépítés és a digitális, nem, gazdagodás akadémia csatornáján, YouTube, Insta, Facebook, mindenhol. Hát egy kicsit ma hunyorogni fogok, szemből süt a nap. Itt vagyok kint, vagyis hogy talán halljátok a vízhangból, ez itt a Nyugati pályaudvar hangos bemondója. Pontosabban fönt vagyok megint a West End tetején. Itt elképesztően jó az idő, most már kezd már melegem is lenni. És hát most nem is tudom, hogy ez most gyakorlatilag egy digitális nyugdíjas bejegyzése legyen-e, vagy valami más. Minden esetre, hát ezt majd el fogom később dönteni, ma most egy hatalmas bejelentésem van a számotokra. Mi szerint, hogy képzeljétek el, hogy egy újabb, hatalmas nagy csúcsot döntöttem meg. Képzeljétek el, a mai nap folyamán megdöntöttem minden eddigi megélt napjaimnak a számát. És ez valami fergeteges dolog. Én imádom ezeket a csúcs döntögetéseket. Mondhatnám így, hogy szinte naponta vagyok bajnok ebből a szempontból. Közben itt fiatalok jönnek, mennek, és rendkívül érdeklődőek hova kapcsolatosan, hogy mi történik itt, mit csinálok, milyen tévéadás lesz majd ebből. Hál' Istennek ez. Ezek a kíváncsiskodó tekintetek, ezek, de hál' Istennek, hát ezek kimaradnak. Én élvezem. Na, a helyzet az, hogy én élvezem, ahogy ezek a kíváncsiskodó tekintetek jönnek, és jó. Közben olvasom, hogy az Insta még azt közli velem, hogy tudatják a követőimmel, hogy élő videót indítottam, és hogy még várjak egy kicsit, míg még több követőnek szólnak, hogy csatlakozzanak a videómhoz. Hát várni fogok. Én szerintem a mai nap folyamán is egy körülbelül 10 percig foglak benneteket feltartani. Tehát ott tartottam, hogy egy újabb csúcsdöntéset értem el, és nagyon remélem, hogy még a következő években még újabb csúcsokat fogok tudni megdönteni. És köszönetet szeretnék mondani. Köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik követnek, támogatnak, visszajelzésekkel segítenek, és azt abban segítenek, hogy egyre többet és egyre többet tudjak nektek adni. A kérdéseitek, észrevételeitek nagyon-nagyon sokat segítenek nekem abban, hogy elmondjam az én nézőpontomat és az én megtapasztalásaimat az online lét és az online élet mindennapjaival kapcsolatban. Ezen kívül köszönetet szeretnék mondani azoknak is, akik nyugodtan menjetek, erre van a kamera. Oké. Jó. Tehát nyugodtan, vagyis hogy köszönetet akarok mondani azoknak is, akik nem támogatnak, sőt, nekik még talán nagyobbat, még akkor is, hogyha esetleg utálnak vagy gyűlölnek, ha a hideg kirázza őket már a hangom hallatára is, ugyanis ha ők nem lennének, akkor én, Isten bizony, nem jutottam volna oda, ahova eljutottam. Minap hallgattam Jim Rohnnak a könyvét, hangos könyvben hallgatom, és abban mond egy mondat, hogy van egy gondolat, hogy célok felállítása. És azt mondja, van egy ilyen típusú cél, apró cseprő célok, és abban van egy személy, aki azt mondja, hogy ő csak azért lett az, aki, mert hogy az ő környezete az folyamatosan lehúzta őt, és azt mondta, hogy már pedig az, amit te akarsz, az elérhetetlen. Olyat senki nem fog tudni megcsinálni, és hát ő meg megcsinálta. És én most azt mondom, hogy nélkületek, kedves utálóim, gyűlölőim, én se csináltam volna meg azt, amit megcsináltam. Tegnap megint egy nagy előrelépést tettem meg az online jelenlétem felé, ugyanis
leadtam azt az angol anyagot, videókat, képeket, szövegeket, amelyeknek a segítségével az én partner cégem, a GVO, megcsinálja az én saját angol nyelvű weboldalamat, ahol én beszélek angolul, és hát ezt nélkületek soha nem csináltam volna meg. Ha nem kaptam volna olyan visszajelzéseket, hogy én egyszer meg vagyok őrülve, hogy én itt a Magyarországon a nemzetközi piacra akarok, és hogy ezt senki nem fogja megcsinálni, hát jelentem, itt vagyok. Megcsináltam. Készen vagyok, és én szerintem, ha ez megvan, akkor ez nagyjából olyan lesz, mint amikor 1961 néhányban, pontosan nem tudom a dátumot, de azt tudom, hogy egy amerikai srác megdöntötte az egymérföld futást, és lehozta 4 perc alá. De hát 4 perc alatt lefutott az egymérföldet, és az ott megint egy olyan volt, hogy áttört a gát, és onnantól kezdve egyre több, és egyre több, és egyre több ember érte el azt. Holott előtte ugye az volt benne a köztudatban, hogy ezt senki nem tudja megcsinálni. Egy ember megcsinálta, és aztán utána jöttek a többiek. Most én nem azt mondom, hogy én ekkora nagy ember vagyok, és hogy én most milyen nagy, hatalmas történelmi tettet hajtottam végre, mert hiszen rajtam kívül még rengetegen beszélnek angolul, rajtam kívül rengetegen csinálnak angolul videókat, azonban olyannal én még nem találkoztam, hogy egy network marketinges, akinek az a fő célja, hogy más network marketingeseknek segítsen abban, hogy ők is kiléphessenek a nemzetközi porondra, és ott a nemzetközi hatalmas nagy piacon ott megmutassák magukat. Na, ilyennel még nem találkoztam. Magyarországon vannak kísérletek avval kapcsolatosan, hogy online csoportépítés. Vannak Magyarországon kísérletek azzal kapcsolatosan, hogy online hálózatépítés. Miért említem külön a kettőt? Azért említem, mert hogy online csoportépítés és online hálózatépítés az elég sok mindenben különbözik egymástól. Csoportot sok minden szempontból építhetünk, vagy alakíthatunk ki. Lehetnek sportkedvelő csoportok, lehetnek kézimunkát kedvelő csoportok, lehetnek különböző termékeket kedvelő csoportok. Azonban a hálózatépítés az valami olyasmi, amely egybegyúrja, egybefogja magát az értékesítést, a kommunikációt, magát a networkinget, vagyis a kapcsolatok teremtését és a kapcsolatok építését, valamint a közösségépítést és egyfajta fúziót hoz létre különböző dolgokból. Kassza Tamás, a lezárási specialista, ő konkrétan az értékesítésben profi. Elképesztően jó, és azt kell mondanom, hogy tényleg nagyon sok mindent lehet és kell tőle tanulni. Azonban amit ő nem tud nektek konkrétan megmutatni, az maga az online hálózatépítés. Ennek az oka rendkívül egyszerű, az, hogy ő saját maga ezt nem csinálja. Ő értékesítésben gondolkozik, és azt mondja, hogy az, aki akarja magát a network marketinget, vagy a hálózatépítést, ő neki el kell tudnia adni magát, és ehhez természetesen kell maga a lezárás is, miszerint, hogy el kell jutni odáig valakinél, hogy ő be akarjon lépni. Ez adja a lezárást. Azonban, mit mondtam, ő ebben nincs benne. És akkor nézzük azokat, akik valamilyen szinten ezt csinálják. Én azt látom most jelen pillanatban, hogy gyakorlatilag egy kezemen meg tudom számolni azoknak az embereknek a számát, akik azt mondják, hogy az online hálózatépítés az valamilyen szinten megy és működik náluk. És azért mondom ezt a valamilyen szinten, mert amit látok, az, hogy hát így alulról karcolgatják a lehetőségeiket. Igazából elképesztő mennyiségű
mondhatnám így, hogy pénzt hagynak ott az asztalon azzal, hogy nem nyitnak eléggé az online világra. Nem nyitnak eléggé a nemzetközi piacra, és nem nyitnak eléggé azokra a hatalmas nagy felhajtó felületekre, amik az interneten vannak. Mikre gondolok? Hát ha hisztek, hanem ezek között a legelső ez a LinkedIn. Rendkívül nagy csoportok vannak, épültek ki már a LinkedIn-en, network marketing csoportok. Azonban ott is, mint mindenhol máshol, nagyjából ugyanaz történik, hogy az emberek így elbeszélnek egymás mellett, és mindenki ajánl mindenfélét, és ott is ugyanaz történik, hogy képzés hiánya miatt ott is emberek nem csinálnak mást, mint megpróbálnak értékesíteni. Értékesíteni, és az nem mindig sikerül nekik, mert hát, ahogy mondtam, nincsenek kiképezve. Akik pedig igazán jók, hát ők pedig bizony olyan dolgokat használnak, vagy olyan dolgokat csinálnak, amely mindenki számára adott, mindenki számára egy lehetőség, azonban nem mindenki számára teljes egészében kiaknázható, vagy kivitelezhető, inkább ezt mondom. Mondok egy példát. Stormy Wellington. Egy millió dolláros éves jövedelemmel, most már több mint egy millió. Nemrégiben Grant Cardone-val közösen csináltak egy tréninget. Ennek az előzménye az volt, hogy Stormy meglátogatta Miami-ben Grantot, és 5 millió dollárt fektetett be Grant milyen iparágban, azt mondja, hogy hirtelen akartam mondani, és nem is értem, hogy miért nem jutott. Miért angolul jut az eszembe, real estate, építőipari, hát nem is építőipari, hanem ingatlan. Igen, ingatlanos iparágába, és természetesen ezzel jelen pillanatban a leggazdagabb afroamerikai network marketingessé lépett elő. Rajta kívül még vannak mások is, akik ezt a szintet elérik, vagy elérték, házaspárok és fiatal hölgyek is, de a zöm az jelen pillanatban leginkább az, amikor egy házaspár dolgozik össze. Egy példa, Nadia és John Merton, akik az ATM szisztémával dolgoznak, és így hoztak össze egy nagy csoportot, de mondhatnám Ray Higdont is. Van rajtuk még kívül nagyon sok olyan személy, akiket például a businessforhome.org nevezetű oldalhoz föl, és eléggé nagy meglepetés számomra, hogy közöttük elég sok nem online marketinggel foglalkozik, hanem még mindig offline marketinggel, vagy legalábbis az elmúlt 20-25 év offline marketing munkáját hát azon csücsül gyakorlatilag, és annak a hasznát húzza igazából a mindennapokban. És hogy miért beszélek én erről? Azért beszélek erről, mert most már egyre jobban látom, hogy a jövő generációja, akik nem sokkal, csak egy 20 évvel fiatalabbak nálunk, ugye 40-es éveikben járnak, na ők már kezdenek ott tartani, hogy igen, most már 40, akkor most már oda kell figyelni arra, hogy a következő 20 évben mit fogunk csinálni, mert ők már látják azt, hogy nem 50 meg 60 évesen kell olyan dolgokba belevágni, amelyek megkönnyítik és jóvá, tehát sokkal jobbá, élhetőbbé teszik a 60-as, 70-es éveket, és ők már jó részt
inkább az online világ felé nyitnak, és ők azok, akik majd át fogják venni a stafétát, és ők lesznek azok, akik ebből igazán nagy és igazán átütő sikereket fognak elérni. Jelen pillanatban a világban, tehát az egész világon az összes network marketinges közül hát gyakorlatilag alig néhány százan érték el azt, hogy online munkájukkal Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, akkor weboldalak, blogkészítés, meg ilyenek, ezeknek a segítségével akkora adatbázist építsenek föl, amellyel hát gyakorlatilag a cégük top keresőivé válnak. De az igazi cél nem az, hogy valaki a cégének a top keresőjévé váljon. Az igazi cél az, mint amit például Eric Worre is csinál, hogy egy olyan mozgalmat létrehozni, egy olyan irányzatot, vagy irányzékot, nem is tudom, ilyet létrehozni, amellyel azt el lehet érni, hogy az emberek kezdik végre meglátni azt a hatalmas nagy perspektívát és a lehetőséget, amiben magában az online világ kiaknázásában benne van. Én azért tudok erről beszélni, mert az én csoportomban vannak olyan személyek, akik Ausztráliában vannak. Az én csoportomban vannak olyan személyek, akik Dél-Afrikából jelentkeztek be, ott élnek. Vannak Közel-Keletről emberek, vannak Dél-Amerikából emberek, és természetesen Észak-Amerikából is. És én azt látom, gyakorlatilag hát a pénztárcámon érzem, hogy olyan jó érzés az, amikor az ember fölkel, és az Ausztráliában lévő csoport már tette a dolgát, ők már túl vannak a nap felén, és már vannak eredményeik, és ez ott látszik. Látszik, hogy kapom az értesítőt, hogy újabb csatlakozó, és látom, hogy növekszik maga a csoport. Természetesen ehhez hozzájárul az is, hogy ugye olyan dologgal foglalkozunk, olyan céggel és olyan termékkel, amely hát gyakorlatilag az egész világon mindenhol jelen tud lenni, és maga az alap is ugye az internet nyelvén beszél. Szóval, amit le akarok, vagy amivel most zárni akarom ezt a mai bejelentkezést, az a következő, hogy ma lezárult a Jutalék Karácsonyra online tréningnek a harmadik hete, és ezt azzal tudom zárni, hogy egyre komolyabb eredmények vannak, egyre közelebb kerülünk ahhoz a célhoz, hogy az a 10 ember, aki velem együtt most elkezdett dolgozni, ők is végre már megjelenhessenek, tehát a szemeitek elé kerüljenek bizonyos formában, ugyanis idáig nem történt más, mint az alapoknak a letétele, és mint tudjuk, az alapok, főleg, hogyha egy nagy, magas felhőkarcolót akarunk építeni, akkor az alapok azok sokszor több szintre lefelé mennek, és csak utána épül fölfelé, tehát most már nagyjából ott tartunk, hogy a nagy többség elérte már a föld szintet, és most már majd lehet, hogy látni fogjátok az eredményeket. Én szerintem a következő hónap végére, igen, inkább november végére mondom azt, hogy oké, akkor most már biztosan tudunk nektek mutatni olyan felületeket és olyan megjelenéseket, amelyekkel bizonyítani tudjuk, hogy igenis az online marketingnek van egy olyan formája, amely eredményesebb, mint bármelyik eddig megmutatott online csoportnövelési forma. Na, ennyit akartam már mondani, nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, velem tartottatok. A kommenteket, azokat még inkább köszönöm. Kövessetek be a YouTube csatornámon is, és találkozzunk ott is, és beszélgessünk ott is egymással. Sziasztok!